Egyel följebb megyek, ott kitisztázom, és utána levágom a csúcsát. És annyi lesz, hogy rákötöm a kötelet, és önnek ott a kerítésnél kéne húzni, hogy mindenféleképpen abba az irányba dőljön. Hát de mehet oda is a két fa közé, persze. Azért van 25 méteres kötél, hogy a sugarából is kikerüljön. Igen, meg ha elkezdett dőlni, elengedheti, aztán elléphet onnan. Körülbelül itt van a vége ennek a kúszónövénynek. Még egy méter van rajta. Na jó, ott már maradhat. Leszedem még ezeket az ágakat, amik erre húzzák a fát. Benzinem van. Ez még elég. Hát csak a kötél miatt. Mert minél magasabbra teszem a kötelet, annál biztosabban tudja elhúzni. Adok egy méter erőkart legalább neki. Aha.
Persze, hogy beakadsz. Miért csinálod ezt velem? Jó. Kihúzom én a kötelet, egyszerűbb, nem? Egy pillanat, mindjárt akkor itt átbújtatom. Mondott valamit? Jó. Akkor menjen nyugodtan oda a két. Menjen még el a kerítésig, uram. És ott a kerítésnek a vastagabbik, amivel most hoz, odaér mindjárt a kerítéshez, ott van egy vastag vasa a kerítésnek. Ott fűzze át a kötelet. Ne, ott a vaskerítés. A vastagján fűzze át egyszer a kötelet. Ne, ott a lejjebb, hogy ne akadjon ki úgy. És akkor... Úgy. És akkor be is tud menni akár a tuja mögé, vagy... Bárhová, és mindjárt kezdj el húzni a kötelet, megmondom, hogy milyen erővel kéne meghúznia. Húzza még? Még egy kicsit? Na, körülbelül ennyi erőt kéne majd kifejteni. Mikor kiabálok, most vágok egy éket, elmondom, mi lesz. Vágok egy éket. Utána átteszem a fűrészt a túloldalára, és azt mondom, hogy akkor kezdj el húzni, akkor már tegye bele azt az erőt, amit az előbb érzett, vagy még egy kicsivel többet is. És ahogy vágom át, én már nem fogok megállni vele, hanem nyílgázon átvágom a fát. És amikor dől, akkor már nyugodtan nézhet ide már, hát tényleg, ha csak 3 méter nem dőlhet magára. Oké. Akkor most még egyelőre annyira nem kell húzni, mert még csak behajkolom. Most kezdj el húzni! Köszönöm! Ez már nem dől a házra!